Három változás van az első mérkőzéshez képest, kikerült a csapatból Stanko, Horváth Zalán és Németh Norbert, helyükre Bürgják, Palásti és Preklet került be. A másik oldalon pedig egyetlen változás, Aborá maradt ki, aki gólt szerzett az első mérkőzésen, és először kezdő a Ferencvárosban Leonardo. Nincs még kint a labda. Kérdés, hogy ki tudja hozni az Eger, mert teljesen ott fönt zavarnak már az FTC játékosai, és elpattog keresztbe. Hét játékos sérült az egrieknél, tehát ez is nehezítette Mészáros Ferenc dolgát. Ott egy távoli lövés, és Bruják hárítja. Csukics lőtt. Szép szerelés Szomáliától. Leonardo, na most összejött a kötény. Csukics. Szép támadás, ott a gólhelyzet is vezet a Ferencváros. Perics találatával 1-0 a 16. percben. Az is egy nagyon szép megoldás volt, nézzük meg itt. Kicsit úgy néz ki, mint a rövidebb lenne a passz, és a védő előnyben volt, viszont Perics nagyon jól jött keresztbe. Úgyhogy tökéletes a labda átvétel, pont pattan neki, leláz a védőt. Ennél jobban nem lehetett megoldani ezt a helyzetet. Leonardo most gyorsít föl, Leonardo akár lőhet, Brüjákról kipattan. Kicsit Mészáros Feri főrázza őket, hogy... Csukics, és mellé gurít. 30-ra meg a másik térféltől, 30-ra kapuk nem nagyon forognak veszélybe. Szomália. Bár most lehet, hogy rám cáfol a Fradi. Jenner begurítja, Brüják vetődött ki, és az övé. Hakola, Perics megy keresztbe, Hakola egyelőre. Kitolja Oroszhoz. Mindenesetre parádés volt, amit Csilustól láttunk ott a vonal mellett. Orosz, és Brüják ér le. Preklet érkezik. Preklet, nem volt rossz elképzelés. Orosz, Csilus, Szomália. A sorfalban, a labda mögött pedig Vidovics, illetve Preklet. Mindenképpen azt kell, hogy mondjam, most várjuk meg ezt a lövést. Vidovics. Sikerült. Ügyes összjáték, és ott az egyenlítési lehetőség mellé! Nagyon nagy a készülődés. Elég közel van a sorfal. Itt nincs 9 méter, az biztos. Ezt ránézésre meg lehet állapítani, hogy 16-ostól ez maximum másfél méterre van ez a szabadrugás. Onnan számoljunk vissza 9-et. Orosz Márk. 2 perc még az FTC stadion történelme tétmérkőzések figyelembevételével. Jenner. Visszafejelt labda. És szöglet. Azért annál sokkal nagyobb sikerek voltak a klub történetében. Szomália, Brüják. Egy 1-0-ás mérkőzéssel indult itt az Üllői úton. Az egy 1-0-ás mérkőzéssel zárul le. Az utolsó tétmérkőzés a jelenlegi Albert stadionban 1-0-val végződött. Perics rúgta az utolsó gólt tétmeccsen ebben a stadionban.